Elszenesedett fekete deszkák, deformált, megrongálódott fémtartók, ennyi maradt a hétfő délelőtti tűz után Pécsen a Szent Borbála utcában. Egy kétszintes családi ház melléképületében keletkezett tűz, aminek az oka vélhetően amiatt volt, hogy a tulajdonos nyílt lánggal használtó munkát végzett, és a közvetlen közelében található gyúlékony egy eszközök, berendezési tárgyak, illetve tűzifa kapott lángra. A tűz keletkezésekor ketten tartózkodtak az épületben, ők szerencsésen ki tudtak menekülni, sérülés sem szenvedtek. Ami probléma volt, hogy a tűz az tovább terjedt a családi háznak a homlokzatára is, ott a szigetelés megolvadt, illetőleg a szomszéd ingatlannak a melléképületére is, ott 10-15 négyzetméteren égett a tetőszerkezet, illetőleg ott is lángra kaptak a berendezési tárgyak. Külön veszélyforrást is rejtegetett a melléképület, szerencsére azonban nem történt tragédia. 4 gázpalack is volt abban a mellékhelységben. Pécsi hivatásos tűzoltók 3 tűzoltógépjárművel vonultak a helyszínre, és 3 sugárral meg is fékezték a lángokat. A gázpalackokat szerencsére tűz nem érte, illetőleg nem is kellett hűteni őket, tehát gyakorlatilag sérülésmentesen ezt megúszták ezt a helyzetet. Személyi sérülés nem történt, ahogy említettem, illetőleg a családi ház az lakható maradt. Ennek az esetnek is az a tanúsága, hogy veszélyes a nyílt láng használata, ezért figyelni kell erre, mondja a szóvivő. Nem is csak a meleg miatt, hanem egyébként a nyílt láng használatával végző tevékenység során alapvetően figyelni kell arra, hogy milyen környezetben végezzük, az is fontos, hogy milyen állapotban végzi az ember. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nyilván a meleg hatására is könnyebben lángra kapnak a dolgok, de főleg, hogyha gyúlékonyak vannak, akkor tulajdonképpen az időjárástól független ez. Ezt kellő odafigyeléssel kell végezni, fel kell készülni arra az esetőségre is, hogyha valami lángra kapna, akkor el kell tudni oltani. A katasztrófa védelem közlése szerint a tulajdonos a melléképületben hegesztett, a hegesztés környezetében lévő anyagok meggyulladtak. A melléképületben eszközök, berendezési tárgyak és tűzifa égett.